Testvérek Krisztusban! 30 évvel ezelőtt Szent Jakab apostol ünnepén szenteltek az apostolok késői gyarló utódává itt az Egri Bazilikában. A Szent Pápa II. János Pál küldött, a Szent István alapította, ezer éves egri egyházmegye érsekéül. 20 szép évet töltöttem itt. Azóta 10 nyugdíjas esztendőt a nyíregyházi papok otthonában. Eljöttem az érsek úr meghívására, és saját jó szántamból, hogy ezen a helyen adjak hálát a mindenható Istennek az elmúlt egész papi életért, a 30 éves püspökségért, a 20 év Egerben eltöltött szolgálatért. Kérem, imádkozzanak velem. Mondjanak köszönetet a mindenható Istennek, aki megajándékozott engem egy hosszú emberi élet Krisztushoz való hűségéért, hűségével, megajándékozott engem Jézus Krisztushoz való ragaszkodással, mégpedig úgy, hogy ebben mindenkor örömemet találtam. Nyilván emlékeznek rá, hogy ha itthon voltam, akkor minden nap ennél az oltárnál a résztvevők közösségében szerettem bemutatni a Szent Karácsonyt, az áldott nagypénteket, és a dicsőséges húsvétot idéző új szövetség áldozatát, a Szent Misét. Mit agadást, hogy nagyon éreztem Szent Pál szavait, amelyeket most olvastunk, és akkor is olvastunk a Szent Misében, miszerint törékeny cserépedényben hordozzuk életünket, hivatásunkat és üdvösségünket. Hogy ez mégsem riasztott el, hogy engedelmeskedjen Péter utódának, az bátorította, mivel az apostol is folytatja szavait, igen, törékeny cserépedényben hordozzuk a nem magunk választotta életet, az örömmel fogadott hivatást és a remélt üdvösséget, hanem az erőt Isten hatalmának, szeretetének és jóságának tulajdonítjuk. És ez eddig mindig megérte számomra, hogy ezt az utat járjam a riasztó első évektől, mikor nem tartottak normálisnak, hogy minek megy papnak, mikor 3 év múlva úgyse jár senki templomba. Valamivel több év telt el azóta, és járnak templomba. Nem minthogyha nem adna okot aggodalomra, a világ mai vezetőinek Isten nélkül földi wellness paradicsomot ígérő új elképzelései. Isten ajándékának tekintettem a feladatot is. Küldetést láttam benne, amit megelőzően
32 éven át a Szombathelyi Egyházmegyében, mint kizárólag lelkipásztorkodással megbízott pap végeztem, és azzal az elhatározással jöttem ide, hogy itt is pásztora, szolgája akarok lenni az itt élő Isten népének. Szem előtt tartva az evangéliumot záró mondatot, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és az életét adja oda mindenkiért. Elszálltak az évek. Isten adta helyi és országos nagyszerű munkatársakat találtam. Püspöktársaim bizalmát élveztem. Tettem, amit tudtam. Semmi rendkívüliség nem volt benne. Bízom benne, hogy nem hoztam szégyent sem hazámra, sem egyházamra. Ez távolról sem jelenti azt, hogy meg vagyok elégedve, és mindent jól csináltam. Szeretném a hálaadáshoz hozzákapcsolni az Istentől bocsánatot kérő szavakat, hogy miért, az az utóbbi időkben leginkább foglalkoztat, amit elmulasztottam, amit meg kellett volna tenni, ami eszembe se jutott, amit elhanyagoltam. Mégis ezen a 30 éves évfordulón, amikor valószínűleg, hogy utolsó alkalommal állok itt, az Egri Székesegyház ambójánál szeretnék valami emléket hagyni mindenki számára, aki eljött velem együtt hálát adni ezen az estén. És ez az emlék nem más, mint az a szilárd meggyőződés, amit 62 éven át hirdettem Isten házában, iskolai katedrán, előadásokban és nemzetközi szolgálatom idején is, amikor szót kértek tőlem. Mi ez az üzenet? Az, hogy az Istent letagadni nem lehet, mert nem tud nem létezni. És ezért az általa teremtett világban minden teremtmények egyedül az Isten akaratához igazodó földi feladat és küldetés az osztály része. A világ legnagyobb része a természetébe determinált módon engedelmeskedik Isten parancsainak. A csillag az égen, az élő világ a földön, egyedül az ember a tapasztalati világban, aki megteheti, hogy ellene mond Isten akaratának, és okosabb akar lenni a mindentudónál. De ez nem okoz gondot az embert mindenképpen üdvözíteni akaró Istennek, mert eljött erre a világra. Emberként, ahogy karácsonykor mondjuk, megjelent köztünk láthatóan a láthatatlan élő Isten. És emberi szóval, egy emberi élet példájával megmutatta, hogyan éljen az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember. Nekünk nem kell más tenni, mint megismerni ezt a történelemből kitörölhetetlen názáreti Jézust,
Nem kell más tenni, mint hozzáigazítani gondolatainkat, szavainkat, tetteinket. Úgyse tesszük, de ez sem okoz bajt, mert nem csak mintának, eszménynek jött erre a világra a láthatatlan élő Isten, a látható Krisztusban, hanem megváltóként. Az életét adta mindenkiért. Az életnél többet az ember adni nem tud, mert többje nincsen. De aki Krisztusban meghalt, az a mindenható Isten volt. Ezért kifizette minden ember minden tartozását, és lehetővé tette, hogy a szabad ember egy teljesen elrontott élet után is bizalommal álljon Isten ítélőszéke előtt, ha legalább az utolsó percben megfogja Isten mindenki felé nyújtott kezét. Ez az az üzenet. Ne engedjék, hogy egy Isten nélkül élni akaró világ szelleme elsodorja kedves minnyájukat ennek a Jézus Krisztusnak a közeléből. Tegyék meg, hogy őt ismerni, követni akarják, és ha ez emberi esendőségünk révén nem megy hibátlanul, akkor tudunk hozzá visszatérni. Ez elég az üdvösséghez, igen. A Jelenések könyvének látmásában az üdvözültek megszámlálhatatlan sokaságát látta János, akik fehér ruhában, kezükben a győzelem pálmájával állnak Isten trónusa előtt. No, nem azért, mert fehéren őrizték meg lelkük köntösét, hanem mind a látomásban szót emelővén megmondja Jánosnak, hogy ezek azok, akik fehérre mosták lelkük köntösét a bárány vérében. Járjunk tehát Jézus Krisztus evangéliumi útján, térjünk hozzá minden bizalommal, és tegyünk tanúságot egy Isten és hit nélkül próbáló világban, az egyedül meg nem bánt élet forrása, Krisztus követése a keresztény hit mellett. Amit még szeretnék hozzátenni, a hálaadásban közös imád kérő szavaimhoz, az édesanyámnak az emléke, aki attól kezdve, hogy tudta, hogy vagyok, Isten édesanyjának oltalmába ajánlott engem. És ő velem volt egy életen át. Elvezetett abba a szemináriumba, ahol 1950-ben minnyájan a szűzanya szeplőtelen szívének ajánlottuk az életünket. Az is, aki hamar vértanú lett, mint évfolyamtársam Brenner János, akinek boldoggavatását a rövidesen várjuk, és mindazok, akik egy életet napról napra adtak oda Isten szolgálatára emberekben. Szeretném, ha az Úristen az ő szentanyjának közben járására, az élet befejezéséhez is erőt és álhatatosságot adna nekem.
Az ő szeplőtelen szívének szeretetébe ajánlom ezért mindazokat, akik örömmel szeretnének visszagondolni megtett földi életükre, nem csak az ártatlanságban, hanem a megtérésben is Istenhez hűséges ragaszkodásukra. A világ mai vezetői tisztelet a kivételnek, Isten nélkül ígérnek wellness világot, hogy mindenki maradjon meg mégis hűségesnek az ezer éves magyar és krisztusi örökséghez, a mindenkor megtérő élethez. Egyet ígérhetek, hogy az üdvtörténet tanúságtétele szerint a maradék, a hűséges maradék, a jövő birtokosa. Amen.